Feszített vízkészlet gazdálkodási területnek is nevezik a nyírséget. A vízrendezési folyamatok már régóta tartanak a térségben. A különböző vízügyi munkálatok már a 19. század végén elkezdődtek. Akkor a korábban vízben bőnyírség területeit lecsapolták, ezáltal főként a szárazabb, aszályosabb időszakokban nehéz volt, és nehéz még most is a vízigények kielégítése. Ezért is indultak el jelentős építkezések az elmúlt évtizedekben. Létrejött 7 állandó belvíztározó, összességében több mint 13 millió köbméter kapacitásban, és megkezdtük azt is, hogy a talajvizeket bizonyos mértékben visszatartsuk a nyírségben, tehát a megvalósult csatornák belépcsőzése, fenéklépcsőknek a megépítésével vissza lehet tartani a talajvizeknek a kiáramlását ebből a térségből. A Nyírség Vízháztartása című fórumon elhangzott, hazánkban 3 problémás vízkészlet gazdálkodási terület van, a Maros-Hordalék kúpa, Dunatiszaközi hátság és a Nyírség. Hogyha rangsorba szeretném helyezni, akkor tulajdonképpen a Nyírség az egyik legjobb 3 kritikus hely közül, mivel itt azért viszonylag nagyobb a csapadék mennyiség, az éves csapadék összeg. Tehát itt van a legnagyobb potenciál abban, hogyha megfelelő vízkészletgazdálkodást tudunk megvalósítani, például a vízvisszatartást tudnánk fokozni a nagyobb csapadékokat követően, akkor lenne több víz az öntözési időszakra is, illetve amikor kevesebb csapadék hull a térségben. Ezért is fontos a 6 évvel ezelőtt megalkotott vízgyűjtő gazdálkodási terv felülvizsgálata, valamint a Kvassai Jenő terv elkészítése. Ez összefüggésben van a vízgyűjtőgazdálkodás tervezéssel. Alapvetően az országnak a vízkeret irányelvét fog jelenteni, azt, hogy milyen fő irányokat vegyünk az elkövetkező időszakokban, figyelembe véve a mostani aktuális kihívásokat, itt főképpen az éghajlatváltozáshoz kötődő kihívásokat, és másodszorban pedig a szélsőségeket kell alapban előtérbe helyezni, hiszen látjuk, hogy túlságosan nagy vizek folynak le nagy csapadékokból, itt főképpen a vízkárelhajtási területét kell előtérbe helyezni. Másodszorban viszont az aszályoknál, a szélsőségeknek a másik oldala az aszályoknál viszont pontosan a vízpótlás kérdéskörét kell előtérbe helyezni. Utóbbival kapcsolatosan társadalmi konzultációt indítottak el, amely elérhető a www.vizeink.hu oldalon.